Egy-egy szál virággal emlékeztek a 13 aradi vértanúra ma délelőtt a nyíregyházi evangélikus nagy templomban. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a Magyar Honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. A honvéd tisztek a hazáért áldozták fel magukat. Azokra a mártírok emlékeztünk, akik életüket, fiatalságukat és jövőjüket adták a szabadságért. Azokra a hősökre, akik a hadszereken fényes győzelmeinkkel szégyenítették meg a császári sereget. Arra, akik nem mindennapi képességeinknek köszönhetően a honvéd sereg felszereltsége napról napra javul és tüzérsége kitűnő és korszerű fejlődése. Úrik Attila alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, fontos tanulsága a történelmi eseménynek, hogy sok mindenre képes az összefogás, ezért nem gyásznapként kell gondolni október 6-ára. Volt egy nagy nemzeti, sőt nemzetközi összefogás ekkor, 48-49-ben, mert nem csak magyarok harcoltak a magyar honvédseregben, hanem más nemzetiségűek is. Sőt, a kivégzett tábornokok közül négyen eleve nem is magyarok, nem is a magyar, hát négyben többen nem is a magyar államalakulaton belül születtek, hanem különböző helyeken, de hogyha azt mondjuk, hogy Damjanich János, akkor mindenki úgy gondol rá, hogy egy ízig-vérig magyar ember pedig nem, magyarul is alig tudott, vagy Bem József, aki ugye szintén egy lengyel származású ember volt, aki egy ilyen nagyon nagy tehetségű katona, szintén nem kötődött semmilyen gyökérrel hozzánk. Az emberiség egyik legnagyobb ellensége a feledés, ezért is fontos emlékezni és emlékeztetni minden évben. A magyar nemzet nem csak talpra állt a szabadságharc után, hanem talpon is tudott maradni, hangzott el az ünnepségen. Ahogy egy református lelkész mondta, a hazáról sok mindent el lehet beszélni, a hazát elmondani nem lehet, a haza az az otthon, ami annyira fáj, mint amennyire vágyni vagyunk képesek. Úgy gondolom, hogy ezek a sorok méltóan kifejezik azt az életérzést, és azt a szenvedést, amely úgy váltak hősökké az aradi vértanúk, hogy ártatlanul kellett meghalniuk egy magasabb rendű ügynek a védelmében, Magyarország, a magyar nemzet védelmében, és valóban számukra annyira fájt a haza, mint amennyire vágytak is érte. Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött, hiszen a szemtanúk elbeszélése alapján már egy-két órával a kivégzéseket követően tömegekben zarándokoltak a tragédia helyszínére a gyászolók. Nyíregyházán az evangélikus Kossuth Lajos gimnázium és a Szent Imre katolikus gimnázium diákjai is megemlékeztek a hősökről.